Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mit gondol? Hogy érzi magát? Mit fog tenni? Az első kérdés úgy hangzott, hogy mi a gondolata, mi a terve, az itt látható a képen. Ha te egy hölgy vagy, akkor ez a királynő itt a képen téged szimbolizál az ő gondolataiban, tehát ő gondol rád. A kezedben van egy tükör, és te tükrözöl számára valamit. Ő ezt észreveszi. Ő ennek tudatában van. Itt láthatóak a kardok, azok jelentik a döntéseket, vagy a kommunikációt, vagy azt is jelentheti, hogy te szeretnél vele tisztázni valamit. És pontosan ez, amit te tükrözöl számára. A második kérdés úgy hangzott, hogy milyenek az érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. Itt ez a kehely utal érzelmekre. Tehát ez a férfi szeret téged, de nem hagyja azt, hogy te befolyásold az eseményeket, hanem itt a képen látható, hogy ő fog döntéseket hozni úgy, ahogy érzi magát. A harmadik kérdés pedig az volt, hogy milyen lépéseket tesz irányodba. Itt ez a nulla szám utal az ő terveire. De nem akar komoly döntéseket hozni. Inkább itt úgy látható, hogy olyan, mint egy bohóc, úgy viccelődik, tehát nem akarja azt, hogy most, jelen pillanatban komoly döntéseket hozzatok, vagy hogy tisztázzatok valamit egymással. Itt látható, hogy közeledik hozzád, de ez a közeledés elbizonytalanít téged, hiszen nem tudod, hogy mi a terve, nem tudod, hogy mit akar. Majd ő a későbbiek folyamán beszél érzelmekről, de jelenleg zavarja őt az, hogy te itt tükrözöl számára valamit, és elvárod azt, hogy döntéseket hozzon, hogy tisztázzatok egymással valamit. Ő nem akar ilyen komoly beszélgetéseket folytatni. Inkább olyan viccesen közeledik hozzád. Mi az, ami összefűz benneteket? Itt látható egy meghívás. Vagy ő hív meg téged, és lesz egy találkozás, vagy vár arra, hogy te hívd őt meg, és akkor meglátogat téged. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!